Reggelt, ez egy káposzta leves lesz. Első lépésként megpirítottam egy kis szalonna bőrkét, ebből ilyen jó füstös ízt fog kapni a káposzta leves. Én virslit nem használok, mert hát egyébben egyszer lehet venni jó virslit, akkor nagy tömegből egy átja egy-két hentes ismerősöm. De ugye évközben a virsli az minden, csak nem az, ami lennie kellene. Ezek után van egy ilyen kis reszelőm, amit így be lehet pattintani ebbe a keretébe, és le lehet reszelni, el is reszeltem vele az ujjam, mert ritkán használom. De egyébként nagyon jó, csak a villával szoktam átbökni így a zöldséget, és akkor azzal húzogatom, és akkor nem az ujjam vágom el, csak lusta voltam villát, kézzel fogtam, megcsúszott. Na, mindegy, tehát az a lényeg, hogy használjátok villát, és akkor úgy tologassátok az ilyen eszközökön a zöldséget, maximum villakarcan egyet, de nem az ujjatok. Tehát sárgarépát, paralábét, zellert teljesen nyersen legyalultam, és egy csicsókát is szépen összeaprítottam, ezt lecitromoztam, ez most állni fog. A legvégén ez teljesen nyersen fog belekerülni a levesbe. A fokhagymát bele fogom aprítani most ebbe a szalonnás pirított zsírba, meg ráteszem a fűszereket, a babért, köményt, majoránát, és fogok beletenni sárgarépát, zöldséget, megpárolom, és a megpároltba fogom beletenni összeszelve a kelkáposztát, és a legvégén fogyasztáskor adok hozzá összeszelt medvehagymát, ez fagyasztóba le lehet fagyasztani, majd fogom mutatni, és akkor teszem bele a nyers zöldséget pont közvetlen fogyasztáskor, így az enzimek megmaradnak. Nem kell megijedni, a leves íze elfedi a nyers ízt, és a nyers zöldségeknek nagyon jó, hatékony hatása van az egészségre. A szervezet lugosodik, tehát nem a gyomorsavat kell ellugosítani lugos vízzel, hanem olyan ételeket kell enni, ami az emésztőrendszerbe aztán megfelelő pH értéket állít be. Hát akkor majd több részből fog ez összeállni, össze fogom vágni, tehát az első fázis megvan, pirítottam a szalonnát, összeszeltem a nyers zöldséget, jön a